Pompán vagyunk, Magyarország legújabb tranzit zónájában, de mi most nem ezért jöttünk ide, hanem nem sokára érkezik egy ember, akire nagyon kemény kijelentéseket tett Lázár János néhány héttel ezelőtt, konkrétan azt állította, hogy a magyarok szabadsága ellen dolgozott. Pintér Sándor érkezik mindjárt ide, és meg fogjuk kérdezni, hogy mi a viszonya ehhez a kijelentéshez. Lázár János néhány héttel ezelőtt azt mondta, hogy aki MSZNP tag volt, az a magyarok szabadsága ellen esküdött föl. Ön ezt meg tudja erősíteni, mint érintett? Még egyszer a kérdést nem értem. Hogy aki MSZNP tag volt, az a magyarok önrendelkezése és szabadsága ellen esküdött föl. Ön, mint MSZNP tag, egykori MSZNP tag, meg tudja ezt erősíteni? Én a hazára esküdtem föl. Ennyi. Az ő végeredményben csak le lett hazaárulózva a minisztertársától. Én a országra esküdtem, és azt szolgálom most is, ezt szolgáltam egész életemben. És van egy rejtői mondás, ami úgy szól, hogy az irigységet megszoktam, a gúnyolódások meg nem sértenek. Ezt a rejtő Jenő nagyon szépen megfogom. Akkor ki ebben az irigyel Lázár János? Én csak ezt figyelem. Meg azt is mondta, hogy ugye volt 2,5 millió embereknek nem kellett ott felírni a pártba, hogy érvényesüljön. Ön miért lépett be? Erre utaltam az előbb a kérdésre, hogy, hogy egyéni boldogulás vagy ideológia vezette, hogy belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba. Ön honnan jössz? Ez a kiküldte? Nem, hogy jön magától. Úgy gondolja, hogy nincsenek önálló gondolataim, vagy valaki kell, hogy küldjön? Mert ennek ilyen értelme van. Hát ez könnyen lehet. Akkor hagyjam ezt a kérdést, ne kérdezzem többet meg. Csak kapok rá választ. Én úgy gondolom, hogy az életmunkám az választatott ezekre a kérdésekre. Egészen pontosan. Nem szóva kell erre válaszolni, tettekre. Ennek a tettek, tényleg kell nézni az életpályát. És akkor megvan a válaszra. Tehát akkor a egyébként harcosan antikommunista Fidesz is azért fogadja el önt belügyminiszterként, vagy bármilyen funkcionáriusként, mert az ön az élet munkájával felülírta azt, hogy amúgy egyébként pártag volt, akkor most ugye ezt így kell érteni. Hát az, hogy a Fidesz mit gondol, meg a párt mit gondol, ezt azt gondolom, hogy én nem vagyok hivatott megválaszolni. Én azt gondolom, hogy valamilyen módon figyelembe veszik azt a teljesítményt, amit Magyarország